Igazán különleges szerelvény érkezett a sátoraljaújhelyi állomásra. A mozdony, mely második Rákóczi Ferenc arcképével díszített, több kocsiban is azokat az utasokat hozta, akik a történelmi zarándoklat keretében ilyen módon szerették volna tiszteletüket leróni a nagyságos fejedelem emléke előtt. Szamosvágyi Péter polgármester köszöntötte a Zemplénbe érkezőket. Talán a legfontosabb, hogy aki a múltját nem becsüli, az a jövőjét nem érdemli. Ez a nemzeteknek, a népeknek szól. Mi magyarok nagyon sok fantasztikus politikussal, vezetővel, fejedelemmel, királlyal szembesülhetünk történelmi olvasmányaink kapcsán. Rákóczi Ferenc az egyik legjobb példája a jelennek is és a jövőnek is, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is azt az elvet, azt a három szót tartottam mérvadónak, ami cum deo, pro patria et libertate, Istennel, a hazáért és a szabadságért. Ez a mai napra is igaz, és azt gondolom, hogy a magyarság szempontjából élőnek is. Sátoraljaújhely, Rákóczi földje. Az utolsó jelenlegi határokon belül lévő település, egy nagyon jó érzés az, hogy itt köszönhetjük a továbbinduló zarándokokat, akikkel Borsiban délután találkozhatunk. Az utazók között volt olyan, aki családjával együtt érkezett Borsiba, hogy személyesen is átélhessék a megemlékezés egyedi hangulatát. A tömeg, ez a sok nép, ez nagyon megható. Nagyon tetszett a kislányoknak a ruhája, a lovasok, a beöltözés, az uraknak, a hölgyeknek. Minden összességében nekem nagyon jó volt. Én voltam Isonzónál, Doberdónál, és engemet ez éltett, hogy ilyen helyekre el tudjak menni. Volt olyan is, aki családja lepett meg ezzel az utazással. Zsuzsanna Svájcban él több mint egy évtizede, de vágya volt, hogy pedagógusként ide eljusson. Pécerről érkeztem, ahol Rádai Pál, Rákóczinak a személyi titkára és nagyon jó barátja is, és mindenese élt. A feleségének volt ez a birtoka, és ő ugye nem ment Rákóczival, neki itt volt a családja. Tóth Máté Miklós ezt nagyon szépen leírja a könyvébe, tehát ő ott telepedett le, és később a református egyház gondnoka lett. Én nagyon örülök, hogy eljuthattam Borsiba, nagyon régen szerettem volna. A zarándokút szervezői szerint a történelem nem csak az embereket, hanem az ország részeket is összekapcsolja. Trianon óta ez a vasúti átmenet itt szinte elhalt a két ország között. Bonyolult is technikailag, mert három mozdon kell tulajdonképpen ennek a szerelvénynek a vastas nyelven leközlekedtetéséhez. Vagy dízelgép, meg szlován villanymozdony. Jobb volna, ezek össze lennének rendesen kötve. Ugye ne felejtsük el, Kassára már Budapestről 2 óránként járnak a Intercity-k. Itt nincs személyvonati átmenet, pedig biztos érdemes volna. Ugye valaha ez egy fővonal volt, Trianon előtt. Itt ment ki Galíciába, Lemberg felé a főforgalom. Hát ennek már csak nyomai vannak, a hídja van még meg a Bronyva patakon. Más nem nagyon maradt belőle. Talán egyszer itt ez a vasúti csomópont is újra nagyobb forgalmú lesz, mert méltó lenne rá. A szakember szerint Zemplén még felfedezés előtt áll, ami a zarándoklat céljából indított vonatokat jelenti.